Na gyertek, mutatok valamit. Tudjátok, mi ez a hely? Nem. Te se, Benjo, de jártál már itt, nem? Tessék? Nem tudjuk, mi ez a hely. Nem kell, ez a régi szennyvíztelep és a hivatali helység. Most már csak a vadászok járnak föl ezen az úton. Meg hát ugye, akinek itt vannak erdői, aztán megy egy fakitermelésre. De jobbára csak a vadászok járnak föl, mert itt van itt egy 17 hektáros erdő, és az körbe van véve vadlesekkel, és itt lehet elindulni fölfele. Na de, itt a hivatali helység. Mi már voltunk itt egy párszor. Főleg akkor, amikor itt dolgoztunk fönt. Akkor bejárkáltunk, vagy esett az eső. Menjetek! Hát, ehhez nem sok munka kéne, egy 2-3 nap is rendbe lehetne hozni az egész épületet. Főleg takarítás kellene neki. Azt hittem, hogy eltűnt az ágy. Figyelj, ide szerintem rendszeresen jártak fel, nem csak... Persze, itt ültünk az ágyon, szilveszterkor. Ja, igen. Szilveszterkor. De nézd meg a mennyezetet, itt valaki begyújtotta a helységet. Lehet látni. De hát innen is lehet látni a dobozokból, hogy ide jártak sörözgetni. Viszont egy csomó megfejtetlen keresztrejtvényt itt hagytak. Hát az érdemes hazavinni. A fiókok hova tűntek például? Utoljára, amikor itt voltunk, tele volt. Az összes fiók a helyén volt. Mi ez? Hát ez alap. Figyelj, ezeket ki szokták rakni a falra. Na de itt egy jó bélyegző. Oda néz. Egy jó bélyegző. Ezt a dátumot mindig beállították rajta, aztán jöttek a szennyvízzel, aztán rányomta a bélyegződ. A védőoltási könyv. 14 év feletti. Egészségügyi könyvecske. Így van. Majdnem. Ez meg valami modern, nem tudom mi ez. Buborékfújó, nem? Az buborékfújó? Persze! És még név is van benne. Baszd meg az alján, meg egy másik társas. Ez vidd el? Ez egy társas játék. Apa, apa, ilyen van otthon nekem. Igen. Ilyen van otthon nekem. Milyen jó. Még név is van benne. Minden van benne. Igen? Dovec János. Ja. Mit akar én? Mi van? Mit találtak már? Nyízoda! Mennyi vidd le a kocsát! Azt a picsa! Enyém! Nem. Nem kapod meg. Nem-e? Nem, hagyd vigye! Levente, nem húcolunk haza semmit. Hagyj engem ezzel békén, azért nem úgy néz ki a szobám, mint nekik, mert ilyeneket nem engedsz meg. Nem húzhat haza ilyen, de hazahozhatom. Az én szobám. Na, ennyi. Ne hagyd már megint felcseszíted ide. Na mennyire jó már! Kinek cseréld el vele! TV-t? Cseréld el vele valami eladhatóra! Most! És akkor hagyd vigye haza! Ó, ez nagyon kemény! Ezt tudod csinálni, hogy működjön? Szerintem működik. Ó, Istenem, mennyi a lépünnem? Mikor van? Három az itt nincs, úgyhogy nem tudjuk megállapítani. De az lehet, hogy Patrik ezt meg tudja csinálni, hogy működjön. Érted? Akkor az elektromos dobot meg tudod csinálni? Meg. De most komoly? Lehet. Szerintem simán megcsinálja. Jó. Lehet. Elküldöm. A dobot? Nem nagy, kicsi. Na, mi van még itt? Banya. Úristen. Hát. Nyíró, tálca, nő. Hát, rengeteg szemét. Ahhoz képest, hogy ezt hogy nézhetett ki akkor, amikor használták, mondom, ennek nem sok felújítás kéne, ennek inkább takarítás. Nem kell neki! Nem kell neki! Semmi nem kell! Akkor kezdjük úgy, hogy egyszer nála lesz, jó? Apa, hagyjál békén! Úgy kezdjük, hogy először nála lesz! Azt csinálom, akarom! Nem, hogy már ne vihessem be a szobámba! Miért ne vihessem? Eleve te sem mehetsz be a szobádba, fasz meg! Ez nem élet. Levegőt vehetek? Tessék!
Mennyit adsz érte? Itt a klotyó. Ez jó kinti budi, oda néz. Jó kinti budi, tényleg kinti budi rádió. Ja, és lesz ide beülünk, ezt írjon élő adás. Találtunk egy vetítőgép. Hol van? Ezt hol? Egybe, nagy. Nincs, sajnos szét van menve. De megnézed és majd azért megállapítod, hogy tudod. Majd adsz érte valamit. Innen mennyire van? Oda is megyünk, ne aggódjál. No, csak nem az a... Hol van ide vetítő? Hol? A... Bánya rakodóval szemben. Bánya rakodóval szemben. Oda elmegyünk most? Mindenhova elmegyünk. Elmegyünk a bányához? Én azért hoztam el őket, hogy elvigyem őket ilyen helyekre. Jó, de a bánya rakodóval szemben mi van? Épület? Igen, épület. Hol voltam? A padláson. Én nem jártam ott, szerintem. Dehogy nem, hát ott onnan mondták az ezért Simpson hátsó lámpát. Ja! Levi, az érdekelne, befér a kocsiba velünk együtt, vagy nem? Ne. Egy más tózol ebben. Bánya rakodó, így már értem. Most már értem. És ezt mondtuk. Jó. Megnézzük a dombot? Meg. Hozom a tévét. Nem már. De most tényleg visszük a tévét? Persze, Patriknak kell, megcsinálja. Várjál, menjünk, annyit vagyunk még tovább. Na, ez egy kurva jó épület, és fel lehet újítani két nap munkával, csak takarítás kérdése. Be kéne menni az erdőbe, és megnézni, hogy ott vannak-e még a fák, amit kitermel. Ott van benne 8 köbméter fa kirakva. Én ezt bezárom, mert benne van a telefon. Na, meg fölmegyünk a dombtetőre. Oda jár egy vadász. Onnan szokott lőni. Oda menem, Patriki. Odaadtam neki a kábelmedemet is. Nekünk nem kell. Persze, de hogy kell. Gyertek már! Nem voltam. Nem feltettem. Hogy tudta Lajos? Hát, ilyen kis lába is. És itt ördöttünk nagyon sokat. Ja. És itt nagyon-nagyon sokat. Közel fél évet. Ja, nagyon fagyítunk itt. És volt, amikor hallottunk egy hangot. Hát, annyit ittunk, hogy hallottunk egy hangot. Itt ültünk az autóba. És ahová következőre megyünk, világos puszta mellett van egy ilyen gáz, nem tudom mi. Gázfogadó telep, és azt tesztelték, akkor próbálták le. Igen. És olyan hangja volt, mint... És ide hallottuk a hangját, és azt hittük, hogy valami itt van a levegőben, itt repül. Fölöttünk. Fönt, és nem tudtuk, hogy mi az, és nem ment el a hang. És azt hittük, hogy valami repülő, vagy drón, vagy valami van. Ide jöttek, hát itt van a fönt. Itt a nyom. Itt jár a... Vadász autók itt járnak be. Fülmegyünk a dombra. Itt is egy kilövő hely van. Nem vadász lesz, hanem... Hú, tavaly! Ott termeltük a fát azon a részen. Meg még vissza is kell jönnünk. A dombtetőt látjátok végig. Hú, basszus, de nem szeretem a szélzajt. De ezt már tudhatnátok. A dombtetőt, a gépek ott összebaszták, hát rendeznem kell az összes fát, amit ott hagytak. Ki kell termelnem minden szírszar bokrot. Lemegyek a telóért, fotózni akarok. Rendben. Ez egy rohadt nagy szemétdomb, amin éppen állsz. Ez egy szellőző, itt jön ki a gáz. Az egész egy nagy szeméttelep volt, meg egy erdő vette körül, és itt volt egy nagy tó oldalt. És gondold el, hogy mi kitermeltük onnan a fél erdőt, ki kellett termelni, hogy elhozzák a földet. Mert az összes szemetet összehordták egy kupacba, és onnan az erdő alól, a tiszta földdel betemették. Itt és aztán ilyen szellőzőket csináltak rá, van több is. Random bennyán. De jó ez a környék. Ez már akkor is jó volt, amikor befejezték, most csak úgy itt kellett lennünk. Nagyon jó a környék. Főleg nyáron, amikor itt minden él. Egyszerűen éjszaka olyan hangok vannak, így kiszállsz hajnal kettőkor az autóból,
itt fönt, ja. De most már ide csak egy vadász jár, oda van beeltetve, lent. És jön Kubi a traktorral föl. Ja, nem baj. Basszus, akkor... Útba vagy. Elmegy melletted, mindjárt megnézzük. Nem, megyek le a vasszat. Jól van, menjél. Elfér mellett, nem fér, dehogy nem. Kubi az mindig ideges, úgyhogy vagy elfér, vagy nem fér, teljesen mindegy, mert ideges. Én valami is hallott traktorban. Te várjál már, lehet, hogy nem is erre jön. Lehet, hogy tovább ment. Tovább ment. Na mindegy, hol tartottunk? Sokáig álltok még, hogy mehetünk a következő egyszerre. Hova megyünk? Ja, nem nézzük meg a fát? A 8 köbméter fát bent az erdőbe? Messze van. Nincs annyira messze. De máshová is akarunk még sétálni. Akkor jó. Meg a kamerád is le fog merülni, de belül. Az bízd rám. Én még megnézem a beeltető helyet. Ide jár fel a Béla, a vadász. Idáig szokott jönni autóval. Ott van a beeltető hely lent. Jó, lehet, hogy rázumolok. Innen szoktak kilőni vadakat. Hova? Következő helyszínre akarok menni. Menjünk! Lőd le, azt majd folytatjuk.